Gyorsan futás, srácok! Még komolyan kutyává változtatok, ezt el sem hiszem! Meneküljünk, gyorsan! Gyorsan, meneküljünk! Oké, gyorsan! Jól van, úristen, srácok! Menekülnünk kell! Ők is jönnek! Úristen! Jól van, el akar kapni! Topi, hogy tehette ezt? Gondolod, elárult minket! Jól van, itt oldalra elmegyünk az erdő felé! Menjünk, srácok, gyorsan! Jól van! Úristen, látnak engem, jól van, gyorsan! Úristen, a bacsai nagyon nedvesek, azokon csátok, nem tudom irányítani a kocsit! Ne! Lerobbant, srácok, lerobbant! Lerobbant, kocsi, gyorsan! Ne! Úristen, a lábam, au! Ne, au! Állj meg itt! Jó! Fel is hívom a sintéreket! Ne a sintéreket! Mi is volt a száma? Halló, sintértelep? Igen, szeretnék egy bejelentést tenni, találtam egy veszett kutyát, nagyon veszélyesnek tűnik. Nem is igaz, nem vagyok veszett. Hát, itt van, itt van a park mellett, megyünk. Találtam, igen. Várjon egy pillanatot és kint leszünk. Rendben. Nézd, hogy tehetél! Ne, most komolyan sintértelepbe akartok küldeni, hogy teheted ezt, Tapi? Ezt el sem hiszem! Úristen! Én már nem Tapi, azt jegyezd meg! Mi? Én már a szénkutyám! Most komolyan, hogy el fogjuk vinni a sintérek, el sem hiszem! Ne, ott jönnek! Gyorsan futás! Úristen, na, fáj, bravo, gyorsan! Au! Mi ez a hely? Au! Na, sarokban beszorítva, kapja! Ne akarom! Itt van a veszett kis kutya! Igen, ott van! Ne vigyed el, én ember vagyok, esküszöm! Ó, nem látok engem! Hát, hogy tehetsz okosan? Já, ne! Aj, megtaláltak, olyan mondom! Kis kutya, nyugi! Kárbeszünk, vigyázz! Áó, nyakam! Áó, ne harag meg, rossz kutya, rossz! Áó, jaj, megfogod engem! Most megtölt, hogy milyen kutyának! Jaj, hogy tehetsz ezt, Tapi, komolyan, úristen! Ne, kérem, nem érted, én ember vagyok valójában! Istenem, komolyan mondom! Jaj! Ne! Hogy tehetitek ezt velem? Hol, srácok? Nyugodjál már meg, ne ugass ennyit, de kutya isten! És most mi lesz a sorsom? Megyünk a sintértelepre. Úristen! És majd ott lesz az én gazdám, vagy ki tudok valahogy jutni? Dehogy lesz! Jó, de Istenem! Jó, hogy na, Istenem, au! Ne fogja már jelzorosan a nyakam, au! Ne! Miért ilyen kis helyünk lesz? Melyik az enyém? Igen! Ez, menjél be! Au, nem is félek el, olyan kicsi ez a hely! Jó, gyere ki, jól van! Maradjál itt! Jól van! Itt... Maradsz! Fúj, ez mi? Jó! Ha én mondom! Jó, rendben! És maradsz! Okay. És csöndben maradsz, mert megverlek! Jó! Jó, srácok! El sem hiszem, hogy Tapi elárult! Mi? Tapi, te vagy az? Itt fogsz maradni örökké! De miért tetted ezt? Azért, mert elfelejtettük téged és nem foglalkoztunk veled? Emlékezz, mit tettél velem? Hát... Emlékezz vissza, jó? Szia! Hát srácok, lehet tényleg nem törődtem eleget Tapival. Lehet megérdemlem a sorsom. Hogyha valakinek van egy kis állat, akkor azon a törődnie kéne, nem pedig... nem foglalkoznia vele és nem etetni meg semmi. Hát lehet megérdemlem a sorsomat, de valahogy akkor is ki kell jutnom, nem maradhatok itt örökké. Zsófi biztos észrevesz, hogy nem vagyok otthon. Hát lehet, hogy eljön értem, azért örülnék. Jaj, de jó kis pálinka lesz ebből. Már úgy várom, hogy megigyem és nyugodt életem legyen. Hol vagy? Ha? Szóval, figyelj már! Figyelj, egyszerűen nincs itt a fater, nem tudod, hogy hol van? Nem tűnt fel? Hát, nem tudom. A mosdóban láttam egy fegyvert, amire az volt ráírva, hogy valami kutyinátor, de fogalmam sincs, hol lehet. Én éppen pálinkát csinálok, tudod, ez a legfontosabb az életemben. Akkor eldobtadom a szárabolta. Figyelj, nem kell megmentenünk? Nem is tudom, a pálinka most fontosabb, nem gondolod? Mondjuk igazad van, én szerintem veszek akkor egy kis széket. Hát jó, majd jó étvágyat hozzá. Pálinka, kedvencem, de imádom. Finom szék. Na, Zsófi, én megadtam a széket. Te megitted a pálinkádat? Igen, nagyon finom volt, komolyan.
Akinek, hogy jön a mentsét megfatert, nézd, hát, van, van még egy kis időnk arra is, na, menjünk akkor. Ó, srácok, már egy hete itt vagyok, nem kapok se inni, se enni, hozzá merek élni ez a tához, kukit, megvernek. Nagyon rosszul érzem magam, nagyon egyedül vagyok, meg minden. Ó, megkoztam a reggelit. Tényleg? Tényleg? Áll! 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 Ne, Zsófi! Ha? Ha? Itt van, Junior Rék! Itt van, maradj itt, maradj itt. Srácok, itt vagyok! Itt vagyok. Hello! Jó napot kívánok! Ez már nem sintértelep. Ha? Már rég bezártunk. Micsoda? Már fatalom kis kutya lettel, meg átváltozhatok, ezt szétkeresnénk. Nem tudja, hogy hol. Ah, ilyen hülyeséget, hát ilyen kisgyereknek nem hiszem el. Ez akkor nekem higgy el, uram. Igen, nem találtak, ez teljesen komoly, uram, higgy el. Nem nézhetnénk be. De mindegy is, amúgy sincs itt más sintértelep. Ha? Mi már bezártunk rég. Ez kamu! Ne higgyetek neki, srácok! Srácok, itt vagyok! Itt vagyok! Vegyetek észre! Kutyus, nézd, kutyus, itt ne, egy játék! De mi? De hülye vagy, ennyire hülye vagy, Zsófi? Én vagyok az! Ja. Én vagyok az! Ismét Junior! Mondjad! Hallod? Ez milyen kutya? Na jó, halljál meg akkor is Ismét Junior! Mire beszélsz? Itt nem ismertek meg! Miért esetlenik? Nem azt mondta, hogy ez nem szint értelet. De azt mondta, hogy ez egy kocsma. De igen, mert átvert titeket! Lehet a házőrző kutyája. Istenem, nem figyelnek meg! Várjatok! Könyv! Várjatok, hogyan tudom, elmutogatom neki! Négyzet alakú és ham! Könyv! Hallod, ez könyvet mutat! Igen, könyv! De mégis miért? Azért? Na, végre hallottok engem, sziasztok, na! Köszönöm, hogy megismertetek komolyan! Én vagyok a... Hogy az? Hát észrevett minket a sittértelep, nem? Jön, fussatok fel a kocsiba! Gyorsan, valaki vezessen! Kiütötte, gyorsan fussatok akkor! Mindent elmesélek majd, csak gyertek, bújjunk el! Tudok egy titkos helyet, gyertek erre! Ó, úristen, srácok, jó, ez a végre megmenekültünk! Gyertek, nehogy elkapjon minket! Ide, gyertek, bújjunk el, ide! Jó van, gyertek! Itt nem fog minket megtalálni úgyse. Jó van. Ha elmondom, hogy mi történt. Haj. Ugye tudjátok, hogy Tapi már kb. 2 hete nincs nálunk, ugye? Igen. Azért, mert nem foglalkoztunk vele, nem adtunk neki se inni, se enni, és ezért fogta, megszökött, elment Dr. Gonoszhoz. Dr. Gonosz megtanította beszélni, és konkrétan most ellenünk szövetkeztek, és ezért változtattak engem kutyával, hogy megtanuljam, hogy milyen érzés kutyának lenni. Tapi megutált minket, mert nem foglalkoztunk vele. De hát mi szerettük Tapit. Hát, ennek igaza van, tényleg nem foglalkozni. Igen. Az igaz. Haj, mindegy, muszáj lesz visszahoznunk. Jól van, van egy ötletem. Jó, figyelj, nekem is. Na. Menjetek el Dr. Gonoszhoz. Én pedig van egy tervem, jól van, megmutatom. Hát, jól van, oké. Okay. Gyere, Zsófi, menjünk akkor. Azt üzé szépen, nem tudom, vegyük szét Dr. Gonoszt meg. Konkrétan elegem van most már. És hozzuk vissza Tapit. Jól van, na, let's go, mehetünk. Jól van, Zsófi, gyere. Itt vagyunk Dr. Gonosz helyén. Muszáj legyőznünk most már, tényleg? Csak csöndbe kell lennünk és lopakodnunk kell. Nem tudhatják meg, hogy igazából kiszöktem a sintértelepről. Jól van. Menjünk szépen. Annyira jó. Annyira örülök, hogy most már XP meg tudja, hogy milyen kutyának lenni. Úristen, Tapi beszél. Jól van. Nem gondolod, hogy közös tervünk sikeres volt? Pontosan. Gyere, Zsófi, felhúzza. Jól van. Fönt vannak a fönti emeleten, szerintem. Készítsd a fegyvert. Oké. Jól van. Mi ez a hang? Mi? Mit tudod? Készülj! Tűz! Jó, gyere, megszöktem! Ez a megszöktem! Gyorsan! Ez nem van szó, úristen! Mindjárt halok! Fedezd, Zsófi, fedezd! Gyerünk! Jól van, lőd, Dr. Gonosz! Erről van szó! Ez bosszú! Menj innen, Tapi! Jó van, gyerünk, srácok, úristen! Jó, oké, Dr. Gonosz, lőjétek! Ha? Ez XP Junior? Hol vagy? Hol vagy XP Junior? Lent! Itt vagyok lent! Lent? Mi? Lentek nézzük! Micsoda? Mi? Na figyeld, Tapi! Tudod ilyet? Ha? Tapi, tudom, hogy rossz voltam hozzád, meg XP, meg Faterész, meg Zsófész, de figyelj, gondolj vissza a régi szép időkre, amikor együtt fociztunk, meg tudom, hogy szereted a tortát. Szóval ez mind a tiéd. Remélem, megbocsátasz, Tapi, ezért. Hát ez gyönyörű volt! Igazsa van. Igen, nem, már én vagyok igazgat. Te vagy doktor kiskutyára tanított engem. Faszizni, megtanított könyvet olvasni, enni.
Doktor úr, te pedig csak rosszat értottál, szóval visszállt. Na, ez a beszéd, Tapi. És akkor most visszajössz hozzánk, Tapi? Igen, jó. Vissza. Jó, ez az, jó, abban, ígérjük, foglalkozunk veled. Foglalkozzak. Megígérem, foglalkozunk. Minden nap, mind a hármat adunk neked enni, minden alkalommal, esküszöm. Igen, csak gyere vissza. Most pedig változtassatok vissza ezzel a gépezettel, komolyan mondom, most elegem van. Jó van. Oké. Aha. Jó van, ügyes kutya. Jó van, srácok, remélem tanulságos volt mindenkinek ez a videó, és mindenki ezen túl foglalkozni fog az állatával elegen. Ez a videó viszont egy lett volna, remélem tetszett, srácok, ne felejtsétek el, ha szeretitek velem, Tapival, XP Juniorral, Dr. Gonosszal, Zsófival, vagy bárkivel beszélgetni, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, link a leírásba, ne felejtsétek el, írjátok le kommentbe, hogy hogy hívják mondjuk az állatotokat. Viszont ez a videó ennyi lett volna, én XP voltam. Sziasztok!